Mit szólsz a hosszú B-hez? Az nagyon ügyesen meg van csinálva. Igen. Hogy az máshogy van fölépítve a hangszer, mint ez, és pedig kértem én is hosszú B-t, de nem fért ki. De az máshogy van fölépítve, hogy ennek bal oldalon van a tengely, annak meg jobb. A furulya látszólag egy egyszerű hangszernek tűnhet. Nem is gondolnánk, hogy alkalomattán milyen sokféle hangzású és felépítésű furujára lehet szüksége egy zenésznek, legyen szó világ- vagy népzenéről, autentikus vagy modern műfajokról. A tárogatónak az a története, hogy ezt kitalálta a nemzeti romantika, de a szimfonikus zenekarokba szánta a Sunda. Csak oda ugye egy kicsit butácska volt, hogy csúnyán fogalmazzunk, viszont a nép meg megvette, a pásztorok megvették, a furujások. Jaj, az egyedül ilyen... használva. És akkor játszották az ő arhaikus dalaikat, és akkor így lett ő népi hangszer. De hát egyébként így gyerekkoromban is, meg még most is az ilyen idősebb emberekkel beszél az ember, így Nagy Magyarország területén, mondjuk Székelyföldön, vagy bármelyik faluba, mindenhol mondja. Hát igen, ott minden este tárogatózott valaki, minden faluba volt, aki... És akkor ez a, most a Tóth József mester, akkor most itten felturbozta nekünk, hogy tudjuk mi is használni. Amikor népzenét játszunk, akkor van egy csomó mozdulatsor, ami csak egy fekvésben jó. Ilyeneket csinálok, akkor ezt mondjuk félhanggal odébb már, ha volna billentyűm se, tudnám úgy megcsinálni, hogy olyan legyen, amilyet én szeretnék. És hát az élet hozta az igényt, hogy kellene a másik énekesnek mélyebben jó, akkor szerezzünk egy nagyobb furuját, mert annak mélyebben jó. Akkor játszok ilyen Kodály, meg Bartók népdalfeldolgozásokat furuján, akkor ahhoz kellett csinálnom GISZ alaphangú furuját, hogy azt olyan jól el tudjam játszani, mondjuk a Bartók Székely lassút. Akkor van egy GISZ furúja. És akkor a hangolás, ugye itt van ilyen, hogy ez is ilyen hangolható, ezt a Pásztor Endre készítette, és ki volt nála dobva, hogy ez nem sikerült. És ilyen szikszallaga volt összerakva, hogy megfújtam, és nekem nagyon megtetszett. Tehát az is érdekes, hogy... Kinek mi tetszik, de hát ez egy zseniális furúja. És akkor megcsinálta nekem szépre. És akkor tudok rajta játszani ilyen régi zenét. De népzenére is jó. És akkor, ha mondjuk elmegyek egy templomba orgonával játszani, akkor ezt mindig viszem, mert ezt tudom hangolgatni az orgonához. Akkor van ilyen saját fejlesztés, ez még ugye lehetne szebben is megcsinálni, de most örülök, hogy így megszületett. Ilyen két komponensű ragasztóval van ragasztva. Mert ilyen kódex dallamokat szoktam lantossal játszani, és azt igazából van olyan dallamfordulat, hogy ezekre a népi furujákra nem tudnám rárakni. Tehát kellene a fún, meg kellene a billentyű, de ha ezt a lukat lejjebb viszem, akkor már mindjárt el tudom játszani. És akkor ezt így kényelmesen tudom játszani. És akkor erről még azt kell tudni, ez egy ilyen legújabb valami, hogy ez 3D nyomtatott, tehát le van másolva egy ilyen síp, be van víve a számítógépbe, és akkor azért is jó, mert hangolható. Ezek nem olyan furják, mint amit az iskolában még annó tanítottak, hogy fölül van az a blokk, úgynevezett blokkflőte, tehát egy német rendszerű, ami nagyon jó, csak ez, és vannak is blokkflőte versenyek, itt a Vivaldinak is van, azt hiszem. Meg jazzben is vannak. Kegyetlen milyen, jó. Milyen tehát jó egyébként vannak, tehát nem akarom ezt a blokkflőtét leírni, mert tényleg csodálatos hangszer az is, de ez teljesen más, tudnék, annak fölül van a sípocskája, és nem, alul nem lehet mahinálni, vagy el, hogy mondjam, segíts ki. Hát meg azt úgy játszunk, hogy belehelyezzük az ajkunkat, beletoljuk a sípba. Egyébként középkori orgonákon is hangosítanak így orgonasípot, hogy ide építenek ilyen valami anyagot, riaszt, vagy valamit, mert akkor
kapunk egy ugyanazzal az energiával egy hangosabb, tehát erősebb több hangot. Több hangszint ki lehet keverni így, igen, idézőjelben ezeken a hangszereken, mint a blokkflőtén. A blokkflőtének van egy standard hangja, igen, és az nagyon szép, kristálytiszta, de az úgy van. Ezen meg lehet vadítani, tehát sokkal több felhang. Jaj, dongó! Na hát így. Meg szerintem ez azért is van, én azt szoktam mondani ilyen hangszerbemutatókon, hogy nem volt mikrofon, és kellett nagy teret bemuzsikálni. És nagyot szól bizony. És bemuzsikálni a nagy teret. Hát nem véletlen süvöltőnek hívják a... És akkor ezzel nagy teret. Ez szól. A moldvaiak süvöltőnek hívják. Ja. És jó kifejezik. És akkor vannak ezek a kis magyarországi furuják, ez például nagyon hasonlít a blokkflőtére a modellje. De hát ez is annyira szép, ez egy somogyi furuja, bodzából. Igen, másos. Teljesen máshogy szól. Máshogy szól, és mondjuk ennek az a nagy előnye, hogy az be van hangolva pontosan. Tisztán. Tehát ez is megy a zongorához, aha, és akkor ennek úgy örülünk. Ez egy ilyen megfulladt kísérlet, de egy effektnek jó. Ez ilyen, nincs fúvókája, ez ilyen peremfurúja. Ez a legősibb. Ilyen peremfurúja, tehát egy cső. Hogy megszólal. Becsár jó. És ennyit tud, nem tud többet. De nagyon... Mert próbáltam följebb menni, de már nem, tehát ezt csak így furkáltam és próbáltam, viszont ez egy erre lehet írni egy zeneművet. Jó. Csak kéne gyakorolni. Nehéz megfújni. És ez is... Na jó, hát ez a nej meg a kaval. Tehát ennek ez a hangkészlete. Itt van egy ilyen bolgárkaval másolat. Ez végülis az ilyen bolgár furujánról modelleztem le. Egyébként az előbb mondtam ezt a szót, hogy nej, az egyiptomiak, arabok használják. Ez igen. És nagyon hasonló a hang. A hang az hasonló, más a hangolás. A beosztás. Igen. Most ilyen hobbiszerűen szoktam Jimi Hendrixet játszani, mert az is olyan pentatón, ilyen népies. Én sokkal kevesebb hangszeren játszom, mint dongó. Ilyen univerzális zenész féle vagyok, de nagyon tisztelem a népzenét, és akkor én is tanulgattam népi furuját azért, főleg gyémesi muzsikát, és akkor van itt egy ilyen ősi-hősi kis gyémesi furuja, vagy hát erdélyi furuja, inkább így mondom. Hodáki különben. Hodáki, aha. Hát ott nagyon jó mesterek vannak még most is. Na hát akkor ez egy ilyen díszített volt valaha. Ezt egy vásárba vásároltam, és egy ilyen gyümesi furuja, én gyümesit használok rajta, de szoktam, van ez a Szántó Feri bácsi féle zene, azt is próbálkozom leszedni. Ez azért jó, mert ez teljesen, tehát a hegedűvel, zongorával, tehát amikor azt mondja egy zongorista vagy egy hegedűs, hogy fogja egy át, akkor itt én egy át fogok. Tehát mint a fuvola, ugyanúgy. Én, mivel hogy sokféle zenébe próbálkozgatok, vagy nem is tudom, csinálok magamnak zenét, ehhez csináltam magamnak egy furuját, ami végül is ugyanolyan, mint a tárogató, hogy billentyűkkel van ellátva csak, és ezáltal mindenféle hangnemben lehet vele játszani, tiszta is, és hát mégis egy alapfurúja hang képződik. Ezzel a hangszerrel sok mindent meg tudok valósítani. Amit én ezekkel nem tudok. Nem, de viszont mondom, ez egyfajta hangot ad, tehát nincs annyi hangszín lehetőség. Mondjuk.
tudom, én meg lehet ezt is ilyen felhangdúsabban, de... Ebben az a nagy, hogy ezen a népi hangon szól egy kromatikus. Igen, igen, hát végül is ez a lényeg. És ez igen. Óriási. Volt egy vágyam, hogy ilyen nagyobb testű furiát szerettem volna, mint a dongonál is, amik vannak némelyik. És akkor én csináltam magamnak egyet. Lényeg az, hogy kivágtam egy fát, egy ágat, kifúrtam. Mondjuk olyan fa volt, ami ez a gyalogakác, ami olyan, mint a bodza. Tehát annak van egy kemény, elég kemény fa, bírja a vízállást, tehát nem dagad olyan hamar. Ki lehet fúrni, mert belül szivacs van, tehát nagyon könnyű kifúrni. Utána rá lehet menni egy erősebb fúróval is, tehát lehet igazából 19-es a furat méret a belseje. A fúvolának is ugyanez egyébként, ez teljesen véletlenül lett így. És akkor meglett a nagy testű furja, ami ugyanakkora, mint ez. És akkor elkezdtem, de hát ez már 22 éve volt. És akkor úgy élveztem a hangját annak a hangszernek. És akkor elkezdtem variálni, hogy jó, ráteszek billentyűket. Aztán a végén már, hogy hangolni is kell lehessen. És akkor utána eljutottam abba a stádiumba, hogy akkor egy hangszerésszel ezt így megcsináltam. Tehát én felnőttként kezdtem el tanulni, és nem volt igényem erre a kromatikus dologra. De annyira. Nem is baj, mert neked... Persze, de hát persze. Most már megvan, persze. Igen, de hogy és akkor ezt így oldottam meg ezeket, hogy mollos úrja meg. Minden hangnemben van furulja, és igen. Akkor jön egy darab, akkor tudok hova nyúlni. Igen, igen. De az nagyon, nagyon tetszik, hát ez egyfajta megoldás. Igen. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.